9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Köszöntjük Önöket, heti híreink következnek. Bővül a kerületünkben található DHL Magyarország Kft. Az Albert Stadionban rendezték meg az európai országok parlamenti válogatottjainak nemzetközi labdarúgó tornáját. Kultúrpezsgés Ferencvárosban kulturális programok sokaságával várják nyáron a ferencvárosiakat. A Ferencvárosban található DHL Magyarország Kft. Sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bővítik feladatköreiket és ezzel együtt munkatársaik létszámát is. Bővíti tevékenységi körét és dolgozóinak számát a DHL. A logisztikai megoldásokat nyújtó központ kerületünkben bővíti szolgáltatásait. A világ 220 országában általában 4 üzletággal vagyunk jelen. Ezek az üzletágak a jól ismert DHL Express üzletág, a DHL Global Forwarding, akik légi és tengeri szállítással foglalkoznak, a DHL Freight, akik közúti szállítással foglalkoznak, illetve mi a DHL Supply Chain, akik gyakorlatilag mi mindent csinálunk, amit az előző 4 nem. Annak idején, amikor ezt az üzletágat itt megalapítottuk, akkor Vecsésen a reptér közelében alapítottuk meg ezt az operációt. Aztán az üzemméret növekedésével természetesen felmerült a kérdés, hogy hol fogunk mi magasan kvalifikált munkaerőt találni, magas minőségben, hol fogunk mi versenyképes álló irodát találni, és ezért gyakorlatilag úgy döntöttünk 3 évvel ezelőtt, hogy beköltözünk a belvárosba. Az, hogy miért 9. kerület, annak is egy nagyon egyszerű oka van. Annak idején, ugye ez még a recesszió előtt volt, annak idején nagyon kevés elérhető irodaterület volt, és az Office Campus tervei, amik gyakorlatilag a mai napig még élő tervek tudomásom szerint, nagyon vonzóak voltak számunkra, és mi voltunk az egyik első olyan ügyfél, aki az Office Campus 9. kerületi beruházásába beszállt, és ide hoztuk át a vecsési operációnkat. Budapesti közlekedéssel én személy szerint nagyon meg vagyok elégedve. Egyrészt a tömegközlekedés szerintem más nyugat-európai városokhoz képest, és különösen mondjuk a USA-hoz képest szerintem nagyon fejlett. Természetesen van mit javítani rajta, természetesen fejlesztendő terület, és mivel gyakorlatilag 100 magasan képzett kollégánk dolgozik a belvárosban, nekünk is nagyon fontos az, hogy a tömegközlekedés például a mi irodánk környékén is fejlődjön. A beruházás körülbelül 30-50 új munkahelyet teremt, magasan kvalifikált, több nyelvet beszélő kollégákat fogunk keresni az elkövetkezendő 6 hónapban, elsősorban logisztikai folyamatmenedzsment feladatokra, és természetesen a legmagasabb elérhető képzettséget fogjuk keresni a piacon. Mi alapvetően pályakezdőket szoktunk a szervezetbe bevonni. Ez azért van így, mert mi szeretjük kinevelni a saját magunk utánpótlását, nem a piacról veszük meg a menedzsereket, hanem mindig a pályakezdők közül választjuk ki azokat a jövő vezetőit. Átlagban a magyar mellett még 2 idegen nyelven beszélnek, összesen 11 idegen nyelvet birtoklunk itt a Budapest Service Center keretein belül. Janosics Balázs elmondása szerint az év végére 50-ről 100 főre növekszik a szolgáltatóközpont létszáma. 4 európai ország parlamentjének foci csapata mérkőzött meg egymással az Albert Stadionban. A magyar parlamenti válogatott tagja, dr. Bácskai János, kerületünk polgármestere is. A magyar csapat nyerte az európai országok parlamenti válogatottjának futballtornáját, mely az Üllői úti Albert Flórián stadionban került megrendezésre a Magyar Uniós Elnökség programjához kapcsolódóan. 4 ország, Magyarország, Olaszország, Románia és Szerbia parlamentjének csapata mérkőzött meg. A torna szervezője az Országgyűlési Sport és Turizmus Bizottság, melynek elnöke Bánki Erik, a győztes csapat kapusa és kapitánya volt, valamint a Parlamenti Sportegyesület. A 2 napos esemény magyar fővédnöke, dr. Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke, a nemzetközi fővédnöke pedig Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke. A torna szervezője beszédében elmondta, Magyarország jó példával járt elől, amikor az Unió elé vitte a sport támogatásának kérdését. Kevés erős kötelék van, mint a sportpályákon szerzett barátság. Így remek kapcsolatteremtő lehetőségnek vélte ezt a 3 napot. A futballtorna házigazdája Bácskai János polgármester úr volt, aki a válogatottban is helyet kapott, és Varga József alpolgármester is. A polgármester minden résztvevő csapatnak jó és sportszerű játékot kívánt.
Mit szól ehhez a megtiszteltetés, az először is, hogy ön lehet a házigazdája ennek a bajnokság? Hát ez különösen nagy öröm, hiszen Ferencváros a fotballról talán leghíresebb város Magyarországba kerület Magyarországon. Úgyhogy ez különösen nagy öröm, és Albert Flóriánról elnevezett stadionba. Ugye ő volt az a lezser játékos, akit szittak is, meg szerettek is, hiszen ha nem volt nála a labda, akkor csípőre tette a kezét, és várta, hogy mi lesz. De abban, hogy megkapta a labdát, vitte át, kígyózott, és abból szinte mindig gól lett. Úgyhogy mi is próbáljuk ezt játszani, hogy ha nálunk a labda megyünk, ha nem, akkor már nekünk pihenni kell bizony. Az első fél időből én azt vettem észre, hogy eléggé gyakorlott így a foci terén. Persze, hát nekem nem a fő sportágom, de második sportág mindig a foci volt. Úgyhogy mai napig is rendszeresen focizunk minden héten. Mi a tipje, így a mai mérkőzés? Győzni kell. A csapat edzője Dunai Antal olimpiai bajnok, aki a hazai parlamenti válogatottat jól felkészítette. Az első mérkőzésen az olaszokat 3-1-re, a döntőben a román parlamenti csapatot 5-2-re győzte le. Kiszínesítették a Pöttyös utcai metró megállót és környékét, méghozzá a Ferencvárosi Zöld Kakas Líceum tanulói. A Színes Város program keretében készítették el a diákok a festményeket. Színessé varázsolta a Pöttyös utcai metró megállót és környékét a Ferencvárosi Önkormányzat és a Világkép Kulturális Egyesület. A kivitelezés a Zöld Kakas Líceum diákjainak összefogásával valósult meg. Ez a Pöttyös utcai projekt, ez 2010. októberében kezdődött el, a Zöld Kakas Líceummal közösen terveltük ki, hogy ezt megvalósítjuk. Azaz, hogy megvalósítunk egy negyedik helyszínt, mégpedig ez egy ilyen oktatási program keretein belül zajlana le, hogy a diákok bevonásával folynak a dolgok. A diákok mennyire hajlanak az ilyen jellegű megmozdulásokra? Szerintem mindenkiben benne van a vágyás arra, hogy kellemes környezetben éljen. És szerintem mindenki szívesen tesz is érte, legyen az diák, nyugdíjas, akárként. Én úgy gondolom, hogy mindenki akar tenni a jobb életéért. Mi egy ilyen festésnek, egy ilyen alkotásnak a menete? Tehát így a kezdettől egészen a kész kompozícióig. Itt úgy kezdődött, hogy először is diákokat toboroztak, tehát a Színes Várostól eljöttek az iskolába, és megkérdezték a diákokat, hogy ki szeretne ebben részt venni. És amikor összegyűltünk néhányan, akkor minden kedden ilyen óra menetként, minden kedden két órában összeültünk és megterveztük, és először a látványterveket készítettük el, hogy mégis mit szeretnénk, hogy milyen társadalmi problémára szeretnénk rávilágítani, és egyéb dolgokat megbeszéltünk, megszerveztünk, és akkor utána, amikor ez lezajlott, engedélyeztették a diákoknak az engedélyeztetéshez, ahhoz egyedül nem volt közük. Amikor ők engedélyeztették ezt a dolgot, akkor pedig elkezdtük festeni. A festés, melynek megalkotásában 8 fiatal grafitis vett részt, témájának a környezetvédelmet választották. Ez valójában én színes város akart lenni. Mégis ez alapján terveztem, hogy ilyen színes város lesz. Csak nekem ez egy kifogásom, hogy maradtak a színek, és kicsit színesebb lett volna még ennél is. Még ennél is színesebb? Hát igen. Tehát a terv alapján azért nem tudom, kicsit több szín volt, ahogy én emlékszem. A fiatalossá varázsolt metró megálló átadási ceremóniáján Bácskai János polgármester úr elmondta, a környezetvédelmet az önkormányzat is támogatandónak tartja, hiszen ennek fontosságára való felhívás Ferencváros vezetőségének is alapfeladata.